Köszöntöm a kedves nézőt! Harmadik alkalommal találkozunk. Az előbb láthatták a céduláimat, 10 ládában, illetve 10 tasakban tartom őket, és majd az adás közben kitérek arra, hogy mifajta módszer ez a cédulázás. 15 éve gyűjtöm őket, ez a történészeknek és egyáltalán a kutatóknak egyik nagyon pontos módszere, amely nagyon sok energiát és időt igényel. De visszatérek arra, hogy miért is találkozunk mi itt időről időre, mi a célunk ezzel. Itt olyan dolgokról beszélünk, amelyek nagyon ritkán fordulnak elő más fórumokon, illetve nagyon kényes kérdéseknek számítanak. Úgy fejezhetnénk ki egy szóval, hogy a globalizáció, azaz a világhatalom, a világköztársaság létrehozása. Ezt a múlt adásokban már megpróbáltuk felvázolni, hogy mit is jelent, de igazán mélységeiben még nem sikerült megmutatni minden veszélyét. Tehát a következőkben majd a cédulázásról is szó lesz, de ezek előtt fontosnak tartanám azokra a véleményekre kitérni, amelyeket kaptunk, amelyek segítőek, és kisebb mértékben hátráltatnának, de őket is megpróbáljuk a pozitív oldalról tekinteni. Tehát egyik kedves nézőnk arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a Baruch Marx levél, amelyik a világhatalom megszerzéséről szól a zsidóság által, ez valóban hitelese, és eddig miért nem tudtunk róla. Én megpróbálok hiteles előadásokból és hiteles írók által írt könyvekből dokumentumokat idézni. Tehát elmondom, hogy ez a Baruch levél, ez Drábik János egyik előadásában is előkerült. Drábik Jánost jól ismerjük, és tudjuk, hogy ő hiteles dokumentumokból dolgozik. A másik forrásom pedig egy 1500 kilométerrel nyugatabbra élő francia kutatónak a könyve és az előadásai. Ez a kutató, ez Plonkár Dasszak nevű történelmi kutató, és egy kedves ismerős eljutatta hozzám egyik könyvét az édesapjának. Az édesapja is a szabadkőművességgel foglalkozott, és ő is ennek a szabadkőműves világszervezetnek a tevékenységét tárgyalja. Tehát a Marx levél két helyen is felbukkan. Ez a Plonkár Dasszak nevű kutató úgy említi, hogy egy Marx összes kiadásban találta meg ezt a levelet, amely nyugaton jelent meg, és ez egy 15 kötetes kiadvány, amelynek a 15. kötetében szerepel a Marx levél. Hogy miért nem ismertük ezt elébb? Hát azt tudjuk, hogy a sajtó és a könyvkiadás és a levéltárak és mindenfajta kutatómunka bizonyos cenzúra alatt van, és ez a cenzúra, ez a világhatalom kezeiben fut össze, ami annyit jelent, hogyha veszélyesnek találják egy bizonyos időben egy bizonyos dokumentum közlését, akkor azt bizony nem engedélyezik, kitörlik, a levéltárak mélyére rejtik, és így tovább. Példaképpen hagy említsem József Attila egyik versét, a Trianon kapcsán írt Nem-nem soha című verset, amely csak a 90-es évek után jelent meg, és vált közkincsé.
Hát kérdezem én, hogy ez a vers, ha József Attila írta, akkor hogy nem került addig a kutatók kezébe, és hogy nem szerepelt addig a József Attila összesben. Tehát ez is azt mutatja, hogy olyan kezekben vannak a hagyatékok, amelyek az elvárásoknak megfelelően adják ki, kezelik, szerkezték az ebből készült kiadványokat. Tehát a Marx levélről ennyit tudok önöknek mondani. Volt egy másik megjegyzése, és nagyon fontos megjegyzése egyik kedves nézőnknek, és ő azt kéri, hogy egy kicsit pontosítsuk az előző adásban említett nép-nemzet fogalmat. Tehát tudjuk, hogy a globalizáló hatalom a népek eltörlését, a nemzetek eltörlését célozza meg, és hát itt persze fölmerül az a kérdés, hogy mi a különbség a nép és a nemzet között? Mert itt bizony van különbség. Mi Arisztotelész meghatározása alapján azt mondtuk, hogy nép az a csoport, népnek nevezzük azt a csoportot, amelynek tagjait összetartja a közös hagyomány, a közös múlt és a közös kultúra, nagyon sokszor a közös vallás is. De a nemzet ennél több. A nemzet kultúra alkotó és kultúra fejlesztő, kultúra teremtő embercsoport is. És akkor most egy szóhasználatra hívnám fel a figyelmüket. Beszélünk mi magyar nemzetről, francia nemzetről, német nemzetről, orosz nemzetről, és így tovább. De nem beszélünk soha zsidó nemzetről, csak zsidó népről. Gondolkozunk el ezen a szóhasználaton. A következő megjegyzés a forrásokra vonatkozott, amit idéztem, hogy nem mindig tudom pontosan megjelölni azt a helyet, ahol szerepelnek. Ez abból a helyzetből fakad, hogy maguk a forrás tartalmazó művek, könyvek nincsenek a birtokomba, nem találhatók meg az interneten, ezért csak előadások hivatkozásaiból tudom őket idézni. De ezek az előadások, ezek hiteles emberek által tartott előadások, tehát akár az előbbiekre hivatkozva Drábik János nevét említettem, akár ennek a francia professzornak, Plonkard Eszárnak a könyvét, arra azt tudom mondani, hogy az ő műveikben és könyveikben találhatók meg ezek az idézetek. Sajnos pontos helyét nem mindig mondják el. A következő megjegyzés egy nem éppen pozitív megjegyzés volt, ami számon kérte rajtam az adatok hitelességét, és azt feltételezi, hogy én valamilyen szabadkőműves kapcsolatok révén jutottam ezekhez a különleges adatokhoz. Hát az előadás második részében majd bemutatom, hogy a cédulázás folytán, a cédulázás módszerével hogy lehet olyan különös adatokat fellelni, amelyek egyetlen egy könyvben sem találhatók. Tehát ennyit a kedves nézők megjegyzéseiről, és nagyon köszönöm mindegyiket, mert azt hiszem, hogy a nemzeti ügy is csak úgy mehet előre, hogyha
hogyha kölcsönösen kicseréljük a gondolatainkat, és ezzel tovább visszük ezeket a gondolatokat, hogy valóban egy olyan egység jöjjön létre, amely már elszakíthatatlan. No, de hát mi is az a cél, az a közvetlen cél, amiért itt mi egymással eszmét cserélünk? Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy amikor háborúban állunk, már pedig ezt sokan elismerik, hogy egy háború folyik, nem fegyverekkel, hanem egyéb eszközökkel. Amikor háborúban állunk, akkor meg kell ismernünk, hogy kik az ellenségeink. Tehát mi azért beszélgetünk így virtuális módon egymással, hogy ebben segítsük egymást. Tehát ismernünk kell az ellenségeinket, és ismernünk kell az ellenségeink stratégiáját és működési területeit, valamint taktikáját. Gondoljunk arra, hogyha az egri vár ostrománál dobójék nem igyekeztek volna kikémlelni, megismerni a törökök taktikáját, azt, hogy mekkora erővel rendelkeznek, akkor bizony semmiféle esélyük nem lett volna a győzelemre. De a háborúban nagyon fontos az is, hogy a saját helyzetünket jól ismerjük, és ne mindenféle meses távlatokba vesszünk el a bizonyíthatatlan múltba. Nagyon fontos, hogy az őstörténetünket is megismerjük, de nem szabad az arányoknak felborulni. Én szerintem most ebben a 21. században az a legfontosabb, hogy a katasztrofális helyzetbe jutott Föld, és benne természetesen Európa, és nekünk a legfontosabb a magyar nemzet helyzetét tisztán lássuk, mert csak akkor tudjuk megtalálni a kivezető utat. És szerintem ebben a legfontosabb időszak az az utolsó 200-250 év, ami a francia forradalom óta eltelt, mert az hozta a legsúlyosabb válságot az emberiségre. Hát mire gondolok én? Arra, hogy az előző adásokban már lefestett globalizáció, azaz a zsidó nép világ uralmi vágya, és a francia forradalom között szoros összefüggés van. Itt sok idézettel igyekeztem alátámasztani azt a tézist, hogy bizony itt a Talmud alapján megállapítható az a cél, szándék, hogy a önmagát kiválasztottnak tekintő zsidóság tartja egyedül méltónak önmagát arra, hogy a világot vezesse. Ez sok idézetből kitűnik, akár zsidóírók művéből, akár modern politikusok művéből, de úgy emlékszem, hogy nem elég idézetet, vagy talán nem is hoztam idézetet arra nézve, hogy ez az utolsó 250 év, ez ennek a világhatalmi törekvésnek egy olyan szakasza, amelyben a tevékenység zöme gyakorlatilag titkos társaságokban zajlik. Ezek a titkos társaságok a szabadkőműves társaságok, amelyeknek alapítója
sok-sok szerző szerint maga a zsidóság. Egy-két idézetet olvasok erről. Egy El Benach Mózsé rabbi írja az Izrael és az emberiség című könyvében. A szabad kőművesség eszméje teljesen megfelel a kabbalisztikának. Aztán egy következő író, Bernard Lazar nevét már ismerjük, ő is zsidó származású író, és nagyon becsületesen ír például az antiszemitizmusról egyik könyvében. Bernard Lazar az Antiszemitizmus a középkorban című könyvében a 167. oldalon a következőt mondja. A kabbalisztikus zsidóság volt a szabadkőművesség bölcsője. Aztán a Jewish Tribune New Yorki számában 1927. október 28-án jelenik meg a következő szöveg. A szabadkőművesség alapja a judaizmus. Ha eltávolítanánk a judaizmus eszméit a szabadkőművességből, ugyan mi maradna? Isaac Weiss rabbi állítja a Tribune Zsuif című újságban, a szabadkőművesség zsidó intézmény. A fokozatok, a jelszavak, a kódok, a magyarázatok mind zsidók, elejétől a végéig. Meg kell jegyeznünk itt, hogy a szabadkőművesség, tehát az újkori szabadkőművesség a 19. századtól minden ezoterikus, okkultista és kabbalista szektát elfogad. Egyedül a páholy csak a keresztény tanítást utasítja el. Ez már valamire figyelmeztet. Tehát a szabadkőművesség és a zsidóság közös eredetéről ezt mondják maguk a zsidó szerzők is. Most megállapítottuk azt, hogy a szabadkőművesség és a világhatalmi törekvések egybeesnek, és ezeknek első számú célpontja az európai kereszténység és az európai keresztény kultúra. Hogy miért a kereszténység? Hát itt össze kell vetnünk a kereszténység és a felvilágosodás korának az eszmerendszerét, de csak nagyon röviden. Mi a különbség, a legnagyobb különbség a kettő között? A kereszténység azt vallja, hogy a jó Isten teremtette az embert, de igaz, hogy tökéletesnek, de valami hiba folytán bizony ezt a tökéletességét elveszítette, és megvan az emberben a rosszra való hajlam. Ezt egy rendszerbe foglalta a keresztény tanítás, ez az a bizonyos hét fő bűn, amely gyakorlatilag nem elkövetett bűnöket jelent, hanem hajlamokat. Tehát itt ezt is nagyon hasznos idézni, az irigység, a fösvénység, a torkosság, a harag, az ok nélküli harag, a többi hajlam, ami az ember jellemét megrontja, ez olyan módon van jelen az emberi jellemben, hogy ezzel szemben feladatunk az, hogy mindig a jóra való hajlamokat erősítsük. Tehát a keresztény vallás azt vallja, hogy az ember feladata az, hogy tökéletesedjen a földi életben. Mit mond ezzel szemben a felvilágosodás eszméje, amely ugye a 18. század végétől már komoly politikai szerepet tölt be? A felvilágosodás azt mondja, hogy az ember tökéletes. Az embert megrontani csak a tanítás, az emberi tanok,
és a rossz vallások tudják. Tehát nem véletlen, hogy a felvilágosodás az észt helyezi trónra, és a francia forradalomban az észnek állítottak oltárt a templomokban. Tehát ez a nagy különbség a kettő között, és ebből nagyon fontos dolgok következnek. Az, hogy a felvilágosodás eszméje alapján a tökéletes ember Istenné válhat. Tehát önmagát helyezi Isten helyébe. És ebből aztán a modern korban egyéb vadhajtások is fakadnak. Például az, hogy tökéletesnek gondolják bizonyos oktatáspolitikusok a gyermeket. Azt mondják, hogy a gyermeket nem szabad nevelni, mert minden képessége elvész, minden jó született képessége elvész, hogyha neveljük, ha iskolába járatjuk. A gyermek mindent tud már eleve, és ebből lesznek azok az elméletek, ebből születnek, amely a gyermeket emeli királlyá a szülői társadalom felett, és teszi nevelhetetlenné. Tehát a 18. század végén született felvilágosodásnak ilyen vadhajtásaira is fel kell hívni a figyelmet, amelyek egyenesen vezetnek egyrészt a társadalom felbontásához, felbomlásához, másrészt olyan tömeggyilkosságokhoz már a francia forradalomban, amelyeket egy felvilágosult filozófus csoport kényszerít rá a társadalomra. Ők ugyanis azon elv alapján, hogy az ember az tökéletes, márpedig ők a tökéletes ember elméleti megalkotói, aki ezzel nem ért egyet, az a forradalom ellensége, és az emberiség ellensége, és azokat ki kell írtani. Tehát egy fiktív emberképet helyeznek a tapasztalat alapján kialakult keresztény emberkép helyébe, és ez alapján gyilkolják halomra a Franciaország bizonyos nemzetiségeit, és azokat, akik ragaszkodnak vallásos hitükhöz. De nem csak Franciaországban vezet ez tömeggyilkosságokhoz, hanem a 20. században Oroszországban is, ahol a Marx által kidolgozott elmélet alapján ugyancsak egy fiktív emberképet a központba állítva milliókat pusztítanak el. Maga Marx is szabadkőműves, illuminátus szabadkőműves volt, aki az illuminátus rend kérésére dolgozta ki az elméletét. Ugye a kommunista kiáltványt már 1848. februárjában. Tehát ez az elmélet, amelyik elkezdi pusztító hatását érvényesíteni a 19. századtól, ez körülbelül három szakaszra bontható. Az első szakaszban, a háború első szakaszában a keresztény vallást akarják megsemmisíteni. A keresztény vallásról elmondtuk, hogy mi a különbség, tehát mi az alapja, és ennek a megsemmisítésére még nagyon jól emlékszünk a kommunizmus időszakából, hogy milyen módszereket használtak.
A háború második szakasza a globalizáló világhatalomnak az a úgynevezett ordo ad chaos, tehát rend a káosz által. Mi ennek a lényege? Az, hogy a titkos háttérhatalom olyan helyzetet teremt a különböző országokban, különböző földrajzi helyszíneken, amelyben a félelem uralkodik. Mik ennek a módszerei? Például a terrorizmus. Tehát olyan terrorista cselekmények történnek, amelyeket nem azok követnek el, akikre végül is ráfogják, hanem ezek tulajdonképpen a háttérhatalom által előkészített műveletek. Tehát gondoljunk itt a Notre Dame leégésére, ott sem az iszlám játszott közre, ezt már bizonyítják. Gondoljunk az ikertornyok lerombolására, az sem úgy történt, ahogy azt beállították, és a mai napig beállítják, és gondoljunk a franciaországi vagy egyéb nyugati államokban elkövetett terrorcselekményekre, a népet akarják ezekkel megfélemlíteni, hogy a nép egy olyan központi hatalomhoz forduljon segítségért, amely teljes diktatúrát tud megvalósítani. Tehát ez az ordo ad chaos, ab chaos, amely a diktatúra által, tehát a káosz által akarja a teljes hatalmat a kezébe venni. A háború harmadik szakaszában, amikor már a népek megsemmisítése, azaz összeolvasztása és a nemzeti identitás megszüntetése a cél, akkor eltüntetik a határokat, eltüntetik a pénznemeket, tehát a gazdaságot egyesítik, azt is, mint ahogy most látjuk az Unióban, megpróbálják az euróval helyettesíteni a nemzeti pénznemeket, tehát az országok legutolsó bástyáit is, gazdasági bástyáit is, függetlenségét így megszüntetni. És természetesen ezzel párhuzamosan a törvényhozást is a kezükbe venni, hiszen az EU-s törvényeknek az országokra kényszerítésével olyan jogi rendszert akarnak létrehozni, amelyben ők szabják meg a törvényeket. Erre utal például egy francia, volt francia egészségügyi miniszternek a nyilatkozata, amelyet Londonba tett, Simone Veil-nek a nyilatkozata, aki azt mondta, és ezt talán már idéztem is, hogy a törvények megváltoztatásával meg tudjuk változtatni az emberi magatartást. Tehát, hogyha például általánossá tesszük az eutanáziát, akkor az emberek máshogy fognak viselkedni, vagy hogyha az abortusz törvényt kiteljesítjük és kiterjesztjük, akkor a nők helyzete megváltozik a társadalomban. Tehát az uniós törvények és a legnagyobb veszélyt jelentik a nemzetek és a népek függetlenségére. Tudjuk, hogy a globalizáció
legfőbb ellensége a nemzet, amely tulajdonképpen a nemzeti identitás által egy több évszázados, évezredes hagyomány által ellenáll ezeknek a globalizációs törekvéseknek. Minden ezen helyzetben milyen saját stratégiát tudunk kidolgozni? Azt a stratégiát, hogy a saját nemzeti identitásunkat és a saját hagyományunkat, amelyek tapasztalatok alapján épültek fel, és hagyták ránk a felmenőink, ezeket erősítjük, és nem engedünk a globalizáló elméleteknek. És mindebben a helyzetben mi a szerepe a kutatónak, a történésznek, egyáltalán az értelmiségnek? Megpróbálni azt a folyamatot megláttatni, amely ehhez a katasztrofális állapothoz vezetett. Tehát fölfedni az igazságot, amit eddig sikerült elfedni, homályban tartani, és a történészek szerepe ebben nagyon fontos. Ennek az igazság felfedésnek egyik módszere az adás elején említett cédulázás. De miért olyan különleges módszer ez? Hát azt tudjuk, hogy a sajtó és a könyvkiadás is a globális hatalom kezébe van. A mindenkori állami hatalom, amelyik ki van szolgáltatva a nemzetközi szervezeteknek, kénytelen a saját országában is ezeknek az elvárásoknak megfelelni és bizony cenzúrázni. De a történész, aki ezekből a cenzúrázott kiadványokból dolgozik, meg a levéltárak különböző anyagaiból, a könyvekből össze tudja gyűjteni azokat az adatokat, amelyek, ha a cédulákon egymás mellé kerülnek, olyan kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, folyamatok lesznek láthatóvá, amik a könyvekből kilettek írtva. És én egy példát szeretnék önöknek felhozni, ez részben Trianonhoz kapcsolódik. Mondtam, hogy a cédulázás az egy adott felhalmozás. A történész a cédulázást a következő szempontokból végzi. Mivel ugye a történelem, a történelmi esemény az valahol történik, tehát kell egy földrajzi katalógus. Valamikor időben történik, tehát kell egy időrendi katalógus. És valakik által történnek, illetve valakik elszenvedik, tehát kell egy személyi katalógus. Tehát háromfajta katalógust állítunk fel. Vannak olyan katalógusaink, amelyek történelmi helyszíneket tartalmaznak, az ott megtörtént eseményeket az évszámmal és a személyekkel. Tehát ezek a történelmi katalógusok. És vannak az időrendi katalógusok, amelyek a történelmi folyamatokat teszik láthatóvá. Én itt kikerestem a földrajzi katalógusból egy városnevet, ez pedig Galánta. Galántáról azt tudjuk, hogy a történelmi Magyarországhoz tartozott, de most Szlovákiában található. Viszont igen neves személyek fűződnek, tehát fordultak meg itt, éltek itt,
tehát például Kodály Zoltán. Amikor én Galántáról ezt a cédulát megírtam, akkor még nem sejtettem, hogy erre a cédulára más is felkerül, méghozzá francia vonatkozású adatok. Mert a trianoni események kapcsán Clemenceau életrajzát tanulmányozva érdekes módon fölmerült a Clemenceau név Galántával kapcsolatban. Mi történt tehát? Clemenceau, akit Trianon egyik elkövetőjének tartanak, és aki francia politikus volt, érdekes módon a két fiát a gyűlölt monarchiába küldi valamilyen céllal. Az egyik fiú, Georges, aki vegyész, a Galánta melletti diószegi cukorgyárba kerül vegyészként. A diószegi cukorgyár a 19. század végén az egyik legfejlettebb technológiával dolgozó cukorgyár volt Európában. Azt tudjuk, hogy a cukorgyártás technológiája nagyon közel áll a robbanóanyag gyártás technológiájához, tehát a vegyész valószínűleg ezért került Diószegre, és bizonyára bejárt a közeli Galántára, ahol megismerkedett a galántai bíró családjával. Ezt a galántai bírót úgy hívták, hogy Mihnay Gyula. Ennek volt három lánya, és az egyik éppen Georges Clemenceau felesége lett, az Ida nevű Mihnay lány, és érdekes módon a Clemenceau gyerekek éppen itt születnek meg 1901-ben és 2-ben. Utána pedig nagyon gyorsan a nagyapa elviszi őket Franciaországba, a fia pedig elválik a feleségétől, és az személyes értesülések szerint ez a Clemenceau gyerek Diószeg után Svájcba kerül, egy hadigyárba. Ott dolgozik, mint vegyész. Nem folytatom a történetet, mert nagyon sok mindent el kellene még ezzel kapcsolatban mondanom, de hogyha nem cédulázva gyűjteném az anyagokat, akkor egyetlen egy könyvben sem találtam volna meg ezeket a kapcsolatokat, amelyek arra derítenek fényt, hogy itt a francia kémszolgálat, a francia politikusok által és családi kapcsolataik által hogyan próbálja kifürkészni az ellenség erejét, stratégiáját. Tehát ha sikerült ezzel valamennyire érzékeltetnem, hogy mire szolgálnak ezek a cédulák, akkor talán megértik, hogy a történész munkája nem annyira egyszerű, hogy pár könyvből előállít egy újabbikat, hanem bizony évtizedes, nagyon kemény, sok időt igénylő munkával gyűjtve az adatokat, egyszer majd egy könyvben azokat napvilágra hozza és közzéteszi. És ezek az adatok, amiket én itt elmondtam, és az előadásokban elmondtam, nem szabadkőműves és egyéb körökből származnak. Volt egy másik megjegyzés is az előadásokkal kapcsolatban, amely ugyancsak nem éppen építő jellegű. És itt
Én most azért szeretném erre fölhívni a figyelmet, mert a nemzeti körök vezetői nem eléggé elővigyázatosak. Sokat foglalkozom a Szabadkő művességgel, az Illuminátus renddel, annak a történetével. És az említett francia professzor könyvében nyomára bukkantam azoknak az elméleteknek, amelyeket Weishaupt az 1760-as években papírra vetett az összeesküvésről és az ellenség megsemmisítéséről. Ebben pedig a következő foglaltatik. Amikor meg akarják szüntetni az egyik ellenséges, tehát a világhatalomra, a szabadkőművességre veszélyes csoportot, vagy nézetrendszert, akkor a következőképpen járnak el. Tehát vegyünk egy mostani nemzeti csoportot, ahol olyan dolgokról beszélnek, amelyek nem tetszenek a világhatalomnak, és amelyek talán a nemzetet segítenék abban, hogy ellenálljanak a támadásnak. Ebbe a nemzeti csoportba először bejuttatják az ügynökeiket. Három szakaszban kell ezeknek az ügynököknek megsemmisíteni a nemzeti kört. Az első szakasz a behatolás. Az ügynök teljesen egyesül és azonosul a nemzeti kör nézeteivel, a tagjainak a nézeteivel és a céljaival. Ő a legnagyobb magyar. Ő a legszimpatikusabb ember. Célja az, hogy megnyerje a tagok bizalmát és mindenek fölött a vezetők bizalmát, tehát a szószólók bizalmát. Itt olyan módszerek is számba jönnek, hogy olyanokat sejtett ez az ügynök, hogy ő segíteni tud a nemzeti körnek, akár anyagilag, akár kapcsolatrendszerében. Tehát amikor már megnyerte a tagok bizalmát és beépült, következik a második szakasz, ez pedig a semlegesítés. A nemzeti kör szószólóinak, akik azokat a hatalomra veszélyes elméleteket kimerik mondani, és tovább gondolni, és egy stratégiát kidolgozni, ezeknek a semlegesítése. Ez úgy történik, hogy megpróbálják először az átprogramozását ezek külön-külön a vezetőknek. Tehát négy szem közti beszélgetésekben összezavarják különböző módszerekkel, aztán egyéb módszerekkel egymás ellen uszítják ezeket a vezetőket, rágalmakat hangoztatnak, hazugságokat súgnak a vezetők meg a tagok fülébe, akár még hamisítványokat is alkalmaznak ebből a célból. Amikor már így semlegesítették a nemzeti körök vezetőit, következik a harmadik szakasz, ekkor már teljesen uralják a terepet, átveszik az irányítást, és kisiklatják ennek a nemzeti körnek a céljait és az útját. Azaz olyan területre viszik az előadásokat, a tevékenységet, amelyek eltávolítják a valódi céltól, amelyek a nemzet életében
nem segítenek a megmaradásban és a fennmaradásban. Én szeretném, hogyha ezt a módszert végig gondolnák mindazok, akiknek nagy a felelőssége, és ennek megfelelően próbálnák megvédeni a saját köreiket, a saját embereiket, és a saját nemzetüket. Köszönöm szépen a figyelmet!